Fejlődő berekfürdő. Asztali tenisz verseny volt városunkban. Rádelmelés a kutyáját kínzó nő ellen. Emléktáblára gyűjtenek az öreg diákok. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. november 2-án 18 óra 5 perckor. Molnár Jánossal, Belegfürdőközség polgármesterével az elmúlt időszakban megvalósult beruházásokról, fejlesztésekről, valamint az előttünk álló időszak feladatairól beszélgettünk. Üdvözlöm Molnár János Belegfürdő polgármesterét. Melyek voltak az elmúlt időszak főbb beruházásai, fejlesztései? Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Belegfürdőn van néhány pályázatunk, van olyan, amit már folyamatban van, megnyertük és folyamatban van. Ilyenek van egy kerékpárút, ami a településnél, aki ismeri Belegfürdőt, az üveggyártól megy a temető mellett, és gyakorlatilag a település végéig. Azt a területet érinti ez, ahol elég sok új lakás épül, többen költöznek ki, sok köztük a fiatal, reménység szerint sok kisgyerek is lesz, tehát ott indokolt több minden szempontból egy kerékpárút. Ott van mellett a kertészetünk is, tehát a lakossági közlekedés miatt is indokolt ez a kerékpárút. Erre nyertünk egy faluprogramon belül egy pályázatot. Az most már a készen léthez egészen közel van, tehát jó ütemben halad. Hogyha ez befejeződik, akkor következik még két utunknak az aszfaltozása. Az egyik a Búzavirág utca, ez BMS pályázat, és egy másik út aszfaltozása, az pedig az üdülő területen is egy gyűjtő út, a Tulipán utca, ez pedig faluprogramos pályázat. Ezeket úgy tervezzük, hogy még az ősszel, tehát télbeállt előtt meg lesznek, ez nagy reménységünk. És van még egy negyedik út pályázatunk. Ott viszont még nem tudjuk az eredményt, azt beadtuk, még nincs döntés. Ezt egy régóta tervezett a külterületi út, ami hogyha elkészül, akkor ettől azt várjuk, hogy elsősorban a mezőgazdasági gépek nem fognak a településre bejönni, hanem azon keresztül a település határában tudnak közlekedni. Tehát így csökkentve a település teherforgalmát. Elsősorban a mezőgazdasági gépeket, amik sarat szoktak felhozni, főleg nyári időszakban, vagy amikor sok vendégünk van, akkor az egyéb forgalmat is még tovább nehezítik. Tehát ebben nagy reménységünk van, hogy ez is nyerni fog. Ezek az útpályázataink, és van még egy, ami elkészült, egy ugyancsak faluprogramos pályázat, ez a művelődési házat érintette, azon nyílászárókat tudtunk cserélni egy durván 10 milliós forintos pályázatból. Ettől is sokat várunk, hogy részben energiamegtakarítás lesz, részben a régebbi nyílászárók sokkal korszerűbbek most már. Amelyek az elkövetkezendő időszakban megvalósításra kerülnek? Hát, ahogy mondtam, a két aszfaltozás, útaszfaltozás, ami még hátra van, illetve nagyon várjuk azt, hogy az elkerülő útnak a pályázata nyerjen. Az egy nagyobb összegű, az durván 240 millió forintos, abban 5% önerő kell, a többi az támogatás. Asztali tenisz verseny volt Karcagon. Asztali tenisz diákolimpiai döntőt rendeztek Karcagon. Karcag város. Már most sokadik alkalommal, nem tudom megmondani pontosan, hanyadik rendezi meg az Diákolimpia megyei döntőjét. Ez már hossz évek óta hagyomány, valamikor az országos döntők is itt voltak, sorban egymás után, és hát végül is ez nekünk nagyon jó dolog volt. Vittük tovább a város hírnevét, a karcagi asztali tenisport ismertségét. Most a megyei döntő is a feladatunk lett, és a megyei Diáksport Szövetséggel, a Városi Önkormányzattal közösen helyt adunk
ennek a kiváló rendezvénynek, ahol a megye diákjai általános iskolától középiskoláig két kategóriában igazolt és nem igazolt versenyzők vesznek részt ezen a megmérettetésen, és az itteni győztesek részt vehetnek az országos döntőn. A versenyen általános és középiskolás diákok vettek részt. Ma délelőtt a középiskolások korcsoportja kezdi a versenyt, és ezután délután, kora délután pedig a fiatalabb versenyzők következnek, külön, ahogy említettem, az igazolt és az igazolással nem rendelkezők. A döntőn több versenyszámban mérték össze tudásukat a sportág legjobbjai. Van csapatsportág, ez csak a középiskolásoknál, és az alsó tagú, illetve az általános iskolásoknál pedig egyéni versenyszámok vannak, fiú-lány versenyszámban ennyi, mert a páros itt nem szerepel. A döntő a sportcsarnokban egynapos volt, több tucat versenyző jelentkezett így is. Körülbelül 40-45 fő az, aki a megye területéről, az általános iskolából, középiskolából jelentkezett. Én azt gondolom, hogy zömmel szolnoki versenyzők járnak majd az élen, de azért nekünk is van a Kovács Réhesének egy kiváló versenyzője, Dobó Pisti, akitől én azt várom, hogy ott lesz az élen, hogy milyen érmet akasztanak a nyakába, az majd a pillanatnyi helyzet alapján dől el, de én bízom benne, hogy a középiskolások között ő ott lesz a döntőben, a vegyei élvonalban. A pillanatnyi helyzet, a pillanatnyi teljesítmény határozza meg egy-egy ilyen versenynek is az eredményét. A felkészülést rengeteg munka előzi meg. Hát a munkát azt mi igazán ismerjük, mert én legalábbis közel 50 éve foglalkozom utánpótlás neveléssel, kisebb-nagyobb megszakításokkal, és tudom, hogy egyed mivel jár. Egyre nehezebb, meg kell, hogy mondjam, a választ nem tudom rá, hogy miért, de én azt gondolom, hogy a mostani fiatalokat már olyan sok kellemes, nagyszerű külső inger éri, hogy nem mindig marad idő és energia a sportra, mert azért azt tudni kell, hogy még ezen a szinten is a sport lemondással jár. Fel kell áldozni érte egy jó haveri társaságot, egy jó bulit, és sorolhatnám tovább, és nagyon nagy munkával jár az, hogy a fiatalokat idehozzuk, mert hát ha valaki akar fejlődni, akkor ahhoz rendszeres munka szükséges. A szakosztály vezetője arra kéri a fiatalokat, csatlakozzanak hozzájuk. Én azt gondolom, hogy a mai nap is egy kiváló alkalom arra, hogy mondjuk akár iskolákból és egy tornaórán eljöjjenek és megnézzék ezt a megyei döntőt, hiszen itt láthatják azért, hogy az amatőrökből hogyan lesznek igazolt versenyzők, netán az országos ranglistán is helyezettek. Másrészt pedig én azt mondom, javaslom, hogy jöjjenek el az asztali tenisz szakosztály edzéseire, ami kedden, szerdán és pénteken van a Kovács Mihály tagiskolában délután 4-től 7-ig. Nézzék meg, hogy hogyan megy ez a sport, hiszen ott azért vannak NB-s szintű versenyzők. Másrészt pedig, mivel mi mindig közhíreljük a szakosztály mérkőzéseit, legyen az NB2-es csapat, vagy a megyei valamelyik csapat, jöjjenek el egy mérkőzés megnézni, és akkor láthatják mondjuk az NB2-ben, hogy hol van az a versenysport, ami az ország második vonalát jelenti. A döntőt Szepesi Tibor polgármester nyitotta meg. Én már hagyományos, hiszen lassan egy évtizede Karcagon kerül megrendezésre az asztali tenisz diák olimpia megyei döntő, amely minden évben az országos döntő előversenye, hiszen innen lehet eljutni az országos döntőre. Ugye maga az országos döntő is több éven keresztül Karcagon került megrendezésre. Ebben az évben egy más helyszínen lesz, de ettől függetlenül a megyei diák sportbizottság úgy döntött, hogy a megyei döntő az marad Karcagon. A döntőn már az alsós diákok is részt vesznek, hangsúlyozta a polgármester. Maga a program egy napos, ugye az általános és középiskolás tanulók vesznek részt, tehát egészen az első általános iskola első osztályától a végzős érettségi előtt álló középiskolásokig bezáróan. Három korcsoportban, hiszen összevont versenyekről beszélünk, tehát 1-es, 2-es korcsoportnak van egy külön versenye, a 3-as, 4-es, illetve az 5-ös, 6-os korcsoportnak, a középiskolásoknak van egy külön versenye.
Ami fontos, hogy külön fiú és leány kategória, illetve ezen belül is amatőr és igazolt versenyzőknek külön versenyt hirdetett a Magyar Diáksport Szövetség. És ami még bonyolítja a helyzetet, hogy egyéni és csapatversenyben is küzdenek egymással, természetesen itt már nem egyéni versenyzők, hanem az iskolai csapatok. A város számára különösen fontos ez a program. Minden diákolimpiai verseny fontos. Kiemelten fontosak azok a rendezvények, amelyek nem csak városi szinten, hanem akár megyei, területi vagy országos szinten is megrendezésre kerülnek, kerülhetnek itt a városban, hiszen komoly csatákat, vitákat kell azért lebonyolítani, hogy egy-egy település megszerezze a rendezési jogot. Ugye az asztali tenisz egy hagyományosan erős sportág a városban, amely nem csak az eredményekben, hanem abban az infrastruktúrában is megmutatkozik, amelyet a városi szakosztály kapott az elmúlt években a megyétől, illetve az országos szövetségtől. Tehát, hogy szétnézünk, hogy a paravánok, asztalok, hálók, különböző felszerelések, amelyek szükségesek egy verseny megszervezéséhez, lebonyolításához, az a Karcagon rendelkezésre állnak. Nagyon sok település irigyli ezeket a felszereléseket. Tehát nekünk minden lehetőségünk megvan arra, hogy egy megyei vagy akár egy országos versenyt is lebonyolítsunk. Természetesen ugyanez a helyzet a többi sportággal is, hiszen nagyon sok sportág eseményeit le tudjuk bonyolítani itt a sportcsarnokban, vagy a különböző szabadtéri sporttelepeken, sporthelyeken, úgyhogy minden sportág fontos számunkra. A szolnoki járási ügyészség állatkínzás büntette miatt emelt vádat azzal az újszászi nővel szemben, aki a saját ingatlana udvarán heteken át az állatnyakára fűzött vaslánccal egy betonkaróhoz kötve különös szenvedések között tartotta a kutyáját. A vád szerint a 47 éves nő 2021. július 16-án és az azt megelőző legalább 2-4 hétig úgy tartotta az újszászi lakóháza udvarán a 2 éves keverék középtermetű nőstény kutyáját, hogy a kutya nyakára fűzött, 2 méter 40 cm hosszú vaslánccal egy betonkaróhoz volt kötve. A kiérkező rendőrök azt tapasztalták, hogy a kánikula ellenére friss ivóvíz nem volt a kutyus előtt, valamint a nyakán lévő nagyszemű lánc az ebb nyakába, húsába belenőtt. A helyszíni szemle során az állatorvos megállapította, hogy a négy lábú nagyon sovány, és a nyakából a lánc csak műtéti úton távolítható el, ezért azonnal a kórházba szállították. Az egyenruhások előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 46 éves nőt, aki gyanúsított kihallgatása során beismerő vallomást tett. A szolnoki rendőrkapitányság állatkínzás vétség elkövetése miatt folytat nyomozást. A vádlott bánásmódja következtében a szorosra fűzött vaslánc az állat mozgásának hatására bemélyedt a kutya nyakán lévő kötőszövetekbe, és ennek következtében egy mélyre terjedő, kifekélyesedéssel és kiterjedt szövet elhalással járó, az állatnak különös szenvedést okozó gyulladást eredményezett, amely mellett a kutya lesoványodott és kiszáradt állapotban is volt. Amennyiben nem történt volna meg a kutya kimentése, és nem kezdődött volna el a gyógykezelése, az állat nagy valószínűséggel napokon belül elpusztult volna. Messziről látható volt, hogy mi a probléma. A probléma ugye, hogy egy legalább több hónapja benőtt lánc volt a nyakán, ami egy nagyon csúnya sebet képzett. Bealtattuk, kivettük ezt a láncot és összevartuk, és nagyon jól szépen gyógyul azóta ez a seb. A kutya láthatólag nagyon jól érzi azóta magát. Sajnos vannak egyéb problémák is, például szívférgességet is megállapítottunk nála, a vérlaborja egy nagyfokú lesoványodást támaszt alá, hát ezeket majd helyrehozzuk. A járási ügyészség büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás keretében, tárgyalás mellőzésével végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönkiszabására tett indítványt a vádiratban. Az ügyben a szolnoki járásbíróság fog dönteni. A karcagi öregdiákok baráti köre emléktáblát kíván állítani Szepesvári Gábornak, gimnáziumunk egykori tornatanárának a tiszteletére. A Pro Urbe díj 1995. évi kitüntetettje testnevelő tanárságán felül sikeres edző és sportszervező is volt, és példás empátiával viszonyult kollégáihoz és tanítványaihoz.
Iskolánk fenntartója, nagy tiszteletű Koncz Tibor Esperes úrnak és Tóth Barna igazgató úrnak a jóváhagyását elnyerve kerülhet erre sor, aminek a költség fedezetére gyűjtést indítunk. Tervünk szerint a Györfi Sándor Kossuth Díjas művész által készítendő emléktáblát jövő októberben hagyományos karcagi összejövetelünkön avatjuk. Az adományokat a titkárunk Csíti Imre kezelésében lévő Erste Bank 1199 1119 kötőjel 96 92 95 57 kötőjel 00 00 00 00 számú számlára várjuk. A számlaszámra adakozóktól a közlevény rovatban nevük megadása mellett e-mail címeiket is kérjük, hogy azon köszönhessük meg és hívhassuk őket a leleplezésre. A nemeszt célra mindenki hozzájárulását hálásan fogadjuk. Egyúttal megragadjuk ezt az alkalmat is, hogy akik még nem tartoznak közénk, azokat szeretettel hívjuk társaságunk tagjának. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagyhunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!